Bán Mór, a csillagos vinlovasai Tizedik regge. A farkas kölyköket szopta leány. Történt még az ősi időkben, mikor a világ ifjó volt és fényes, és a puszták határain túl a letűnt kornak népei húzódtak meg, s a puszta nemzetei felemelkedőben voltak. Hogy egy nagy nemzetség uralta a Turánhegység mindkét oldalát. Északon az örök birodalmáig, délen, egészen a kerek tengerik húzódó, dús földekkel egyetemben. Akkoriban Tárhon vezérnek hívták e törzsnek fejét. Amikor Tárhon atya, aki 333 esztendeig urálta a végelláthatatlan pusztát, megtért őseihez, a csillagösvényen túli világba. A törzsek nemzetségei egy akarattal az ifjú, harcban jeleskedő, megfontolt és zsenge koradacára bölcs ifjút emelték pajzsra. Vezesse ő mostantól a törzset. Tarhon szerette népét, s amint vezérlő fejedelmük lett, elhatározta, hogy végiglátogatja népe valamennyi nemzetségét. Csak hogy ez az út három esztendeig tartott, mert a nemzetségek hatalmas területet uráltak. Mint mondtam volt, a Turán hegység mindkét oldalát. Egészen a Kerek-tenger partjáig, meg az északi jéghegyekig ahogy vágtat tárhon a vitézeivel két nagy és jeles nemzetség szállása közt, hogy tiszteletét tegye az épp soron következő nemzetségnél, látjám, hogy a puszta közepén áll egy hófehér jurta. A hófehér jurta előtt áll három csuda szép leány. Az egyik haja fekete, mint a debrend harcimén fényes szőre. A másik haja barna, mind a gesztenye híja. A harmadik éj aranyszőke, mind a csorgó mézen csillanó napsugár. Felcsillant láttuk rá tárhon szeme is, lefékezte tartos paripáját, és gyönyörködve nézte a három leányt. Hát ti meg kinépei vattok, szépségeim! Nem vagyunk mi senki népe, arvák vagyunk, apánk, anyánk meghalt amikor hétszer hét esztendeig nem kelt fel a nap. – Ej, árva leányok, ki vigyáz akkor reátok? – Nem vigyáz ránk senki. Vagta rá a három leány kevélyen. – Tudunk mi vigyázni magunkra? Karunk erős, jól forgatjuk a szabját, az éjjel különbül célzunk, mint bármely vitész uram. Tetszett a három tárhon vezérnek. Egyik őtöket szívesen jurtamba veszem asszonyomul. Feleljetek hát, mely miként miként járna kedvemben, ha őt választanám. Azt feleli erre a nagyobbik leány, kinek haja fekete volt, mint a derbent hárcimén fényes szőre. Én bizony minden megtértedett ényes lakomával fogadnám. A porhanyós szarvas hósa, amit sütök, a pusztán... Innen is túl, a legízesebb. Cselegednek egy mari kenderből annyi sátrat szűnék, amennyi enyhet ad, és oltalmat nékik. Ha eljő, a hadaknak ideje. Azt feleli erre a középső leány. Kinek haja bárna, mind a gesztenye héja. Én bizony, minden megtértett kor ölelő kárral várnálak, és a leggyönyörűbb örömökben részesítenélek, amikor csak vélem halsz. Seregetnek pedig egy marék csillagfényből annyi sátrat szűnék, amennyi enyhet ad és oltalmat nékik, ha eljő a hadaknak ideje. Hát te, aranyom, kérdi a vezér a harmadik leányt. Így felelt erre szeliden a harmadik leány, kinek haja akár a csorgó mézen csillanó napsugár én minden megtértedet ínyes lakomával fogadnám, ölelő kárral várnám, s ráadásul két aranyhajó vitész szülnék néked, akik az ősök erejével jönnek a világra. Egyiknek áldott napjegy, másiknak áldott holdjegy lészen a homlokán. De rekukon szép erdeli csillag, mert isteni fény gyűl a szívükben. Meghökkent ezen a vezér. Na és seregemnek mit ígérnél? Seregednek és minden népednek a két aranyhajó vitéz lesz egykor vezére, és nagy nemzetségek sárjadnak ágyékokból. Ennél többet nem adhatok. Almomban láttam, hogy így lesz, mert így kell lennie. Nézi a vezér az aranyhajó leányt, és igen, megtetszik néki. Nem is szól semmit csak maga mögé emeli a nyerekbe, s már vágtat is tovább, meghagyva vitézeinek, hogy a másik két leányt is hozzák magukkal. Majd választanak maguknak azok is férjet a törzs derekap közül. Így esett, hogy a puszta közepén hófehér jurtában élő három leány a turán nép vezérének népéhez jött az aranyhajú leány lett vezér első asszonya. S úgy is tett, miként ígérte. A vezér megtértekor minden alkalommal ényes lakomával fogadta, ölelő kárral várt a nyoszajáján. S csak ugyan megterhesedett, ahogyan csak az öreg isten rendelése szerint megterhesedhetett. Hanem akkor vezér háborúba vágtatott vitézeivel mert a pusztán vád keleti népek tűntek fel, s pusztítani kezdték a nemzetségek szállás helyeit. Az aranyhajó leány, mint a nagyúr első asszonya, békésen várta, hogy eljöjjék ideje. Hanem volt néki egy igen nagy ellensége. A korábbi táltos egyik fekete lányának, Mirgának volt egy még feketébb leánya, Márga. Mirga, aki maga is bűbájos volt és gonosz szívű, igen szerette volna, ha a leánya a vezér első asszonya lehetne, és ő szülné meg a törzs eljövendő vezérét, és nem az arányhajó leány. Mikor eljött annak az ideje, az arányhajó leány bajódni kezdett, és a korábbi taltos bűbájos fekete lánya, Mirga, mézes-mázosan ott sündörgött, bábáskodott, s úgy tett, mintha jótakárnál vezér első asszonyának. Meg is született a két aranyhajó fiúcska. Csoda szépek és egészségesek voltak. Éppen, ahogy az anyjuk azt ígérte. Egyikük homlokán áldott napjegy, másikuk homlokán áldott holdjegy. Derekukon szép erteli csillag hanem mikor az anyjuk mély álomba merült a szülés után, fekete mirga fogta a két kisgyermeket, pokrócba csavárta őket, és kisúrrent velük a vezéri jurtából. A helyükre pedig két éppen akkor született farkas kölyköttet, akiknek agyon csapta az anyját. Mikor ezzel megvolt, vitte a két aranyhajó csöpséget az szél szélszárnyán egész a kerek ahol az öregisten oszlopa magasodott az égig. Ott aztán egy öböl két pártján elásta a két rúgkapáló síró csöpséget. Az egyiket az egyik pártra, a másikat a másik pártra ásta el, jó mélyre a földbe. Élve ásta el őket, kegyelmet, irgalmat nem ismerve. Reggel aztán, ahogy a szelíd szavú arányhajó leány felébredt szülés utáni almából, látjám, hogy két farkaskölyök nyüszít a két oldalán. Megriadt szegény, s rögves tudta, hogy bizony kicserélték az ő magzatjait. De oly keservesen nyüszítette a két éhes farkaskölyök, hogy megszoptatta őket, ne vesztenek oda mégse. Hanem épp beléptek a jurtába a nemzetség öreg tátosai, s látják ám, hogy a vezér első asszonya csúf kölyköket szoptat. Rögvest követet küldtek tárhon vezér után, siessen vissza a törzs szállására, mert igen gyalázatos dolog történt. Fárkasokat szült a világráz asszony, nem arányhályú gyermekeket. A futár nyárgált, hét naps, hét éjjel vágtatott, mire odaért Tarhon vezér táborába. A vezér igen neki búslakodott épp, mert aznap az egyik tumánja oda a keleti támadókkal vívott csatában. No, jelenti a futár, hogy mi történt, hogy az aranyhajú leány bizony nem aranyhajú vitézeket szült, hanem két rút farkaskölyköt. Igen, megdühödött a vezér, amúgy sem volt épp jó kedvében. Elrendelte rögvest, hogy az asszonyt vessék a kerek tengerbe, ahol majd felfájja a mélyben lakozó irdán, az ősidők cethala. Alig, hogy a futár elvihárzott, a vezér erőst megbánta hirtelen haragjában meghozott döntését. De már nem volt mit tenni. Azt a futárt senki emberfia utol nem érte többé. Így aztán a kemény büntetést a gonosz Mirga rögvest végrehajtatta. Parancsolatára fogták az aranyhajú leányt, és a kerek tengerbe vetették, ahol a fekete habokból egyszeriben kiemelkedett Irdan az ősidők szethala, mely akkora volt, mindegy hegy, és elevenen elnyelte egyből szegény leányt. A két farkas kölyköt agyon akarták csapni, de azok úgy hogy nyomukat sem érték. Így történt, hogy Tárhon vezér hazatérvén igen gyászos állapotokat talált. Magányában a gonosz szívű mirga vigasztalta, s addig sündörgött körülötte, addig duruzsolt a fülébe, még a vezérhez első asszonyul nem adta le a fekete márgát. Azon a helyen pedig, ahol a fekete mirga a kerek tenger öblének két pártján a két aranyhajú gyermeket elásta, szépen kinőtt két csodár aranyálmafa. Kihajtott mind a kettő, s arányszirmú leveleket hoztak.